Jó napot kívánok, nagyon nagy köszöntöm Önöket, és köszönjük szépen, professzor Vággyújt, hogy elfogadták a mai délutáni beszélgetésre a meghívásunkat. Tiszteltel köszöntöm, Dr. Tálas Péter Dékenmarat a Nemzeti Közszolgált egyetem. 190 ezer. 190 ezer tehető, azoknak a bevándorlóknak, illegális bevándorlóknak, menedékkérőknek a száma, akik a mai napig Magyarország határain megjelentek, és vagy rendezett, szervezett formában a törvényeket betartva menedékkérelmüket beadták, vagy pedig illegálisan átlépték a magyar határt. Hogy mennyire nagy ez a szám, összehasonlításképpen had Idézzem fel a tavalyi egész év adatát, amely mintegy 40 ezer. Tehát nem egészen egy év alatt, mintegy ötszörösére emelkedett az illegálisan Magyarországra érkezők száma. Közülük a mai napig mintegy 160-170 ezer közötti számban adták be mededékkérelmüket. És nagyon sokan a beérkezett menekültek közül azóta már nincsenek is itt Magyarországon. A híradásokból hallhatjuk, hogy Ausztria és Németország felé vették az irányt. Majd két hete, amikor ma már azt gondolom mindegy is, hogy Angela Merkel, német kancellárasszony, vagy az ő stábjának valamelyik tagja tette közzé azt a német álláspontot, mely szerint Németország minden Szíriából érkező menekültet, menedékkérőt befogad. Itt Magyarországon azonnal érzékelhető hatása volt. Egyrészt az addig együttműködő és még néhány óráig együttműködő menedékkérők, ebből a bejelentéstől kezdve mindannyian, bárhonnét is érkeztek, szírnek vallották magukat. De néhány óra alatt megváltozott a véleményük, és az addigi együttműködő magatartás helyett megtagadták a regisztrációt, és emlékszünk ennek eredményeképpen péntek éjszaka, a magyar kormány segítséget nyújtott számukra, hiszen gyalog indultak el a keleti pályaudvarból az osztrák határ felé, és buszokkal elszállítottuk, akkor azon a hétvégén az Ausztriába és Németországba érkező menedékkérők, még ugye Németországot tekintették fő utcájuknak, Ausztriát és Németországot úgy tekintették, mint az ő megmentőiket, és az Európa közvéleménye is úgy gondolta, hogy Ausztria és Németország megtette, amit megkövetelt a haza. De a tegnapi napon már Németország is bejelentette, hogy lezárja a határait, és nem csak a rendőrséget, hanem a hadsereget is, mintegy egy négyezer főt a német-osztrák határa vezényel. Magyarország is már megtette jóval korábban ezt a lépést. A Magyar Honvédség 4335 fővel jelen van a határon. De már Ausztria is bejelentette, hogy lépésekre készülött egy koalíciós kormány van, nagy a vita, hogy most megtegyék, bejelentsék ezt a lépést, vagy sem. De azt is hallottuk és láthattuk, hogy próba szerűen ellenőrzéseket vezettek be. Tehát mindenképpen lépésre kényszerülnek. Ők is, Thomas de német belügyminiszter tegnap kijelentette, hogy Németország megtelt. Németország több menedékkérőt, legyen az valódi menekült, vagy gazdasági bevándorló, nem tud befogadni az ország megtelt. A menedékkérők legtöbben Szíriából, mint egy 65 ezren, Afganisztánból, mint egy 40 ezren, Koszovóból, 25 ezren, saját bevallásuk szerint természetesen, és Pakisztánból, mint egy 12 ezren érkeznek a, többi, a többiek, is ebből a térségből, közel-kelet, közép-ázsiai térségből érkeznek. Ha visszagondolunk az elmúlt néhány év, néhány évtized történéseire, az 1991-es első aztán 2003-as második öbölháború idejére Afganisztánra, ahol a mi magyar honvédeink is kiemelkedő szolgálatot nyújtanak most is, Irakban már nincsenek szolgálatban, de Kurdisztánban igen, egy magyar kontingens ott is szolgál. Tehát ha a híradásokból visszagondolunk, Irak, Afganisztán, Szíriában több éve fol, polgárháború dúl, Líbiában már szinte meg sem tudjuk számolni, hány kormány vallja magát az egyetlen legitim kormánynak. De hát ezek több éve zajló konfliktusok, talán a legfrissebb, a legújabb az iszlám állam a terrorista tevékenysége. És a több év alatt mióta ezek a konfliktusok ebben a térségben szinte állandóak és mindennaposak, mégis hihetetlen módon megemelkedett a bevándorlás, bevándorlók száma, a menedéket kérők száma, köztük természetesen minden bizonyal vannak valódi menekültek is, akik az életükért menekülnek. Én azt az első kérdést tenném fel professzor úrnak, hogy mi lehet az oka annak, hogy most a tavalyi 40 ezerről az idei évben szeptemberig 190 ezerre emelkedett a menedékkérők száma? Köszönöm szépen mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés ez nekem. Rögtön had mondjam azt, hogy biztos fogok olyan dolgokat mondani, ami a, a közönségek nem tetszik de a szakértőnek ez a feladata, hogy szembesítse a, a, a hallgatóságot azzal, amivel esetleg, hát, hogy mondjam, vagy nem számol, vagy nem látja, vagy nem úgy látja a dolgokat. Államtitkár úr kérdésére már maga az államtitkár úr bevezetője is, hát válaszolt. Miért jönnek ilyen nagy számban? Körül kell nézni gyakorlatilag Európa környezetében. Gondolok én itt a mediterrán térségre, illetve a közel -keletre. És akkor azt látjuk valóban, hogy polgárháborúk dúlnak, tehát polgárháború dúl Szíriában, Irakban. Azt látjuk, hogy valóban Líbia, az hát, ha nem is romokba áll, de három részre szakadt, vagy inkább kettőre. Szíri, bocsánat, Líbia és Tunézia egyébként csak jegyzem meg, itt a Kadafi, illetve a Benali rendszerre gondolok, tehát a 11 előtti rendszerekre, egy olyan funkciót töltött be Európa számára, hogy a, az úgynevezett, hát szubszaharai övezetről, tehát a, a, a tengerparti államok, mögötti államoknak a migrációját, azt felfogta. Tehát egész egyszerűen egy kaput csináltak, nem engedték tovább őket. Na most ez a kapu kinyílt, és arra vár, hogy bezárjuk, mert egyébként rögtön hozzá kell tennem, hogy nem lesz, nem, tehát nem fog csökkenni azonnal. Hasonlóképpen nagyon fontos, amit államtitkáról említett, ez az iszlám államnak az előretörése. Ezt ugyan nem nagyon szoktuk nézni, de jelezném azt, hogy az Assad rendszer az gyakorlatilag egyharmadára szorult vissza Szíriában. Ez azt jelenti, hogy kétharmad része, ha nem is feltétlenül az iszlám állam, de mindenféleképpen valamilyen fegyveres csoportusállásoknak a hatalma alatt vagy fennhatósága alatt van, és innen bizony jönnek a harmadik dolog én azt gondolom, és ezt feltétlenül látni kell, ami szintén elhangzott, hogy azt gondolom, hogy egy kritikus időt elért ezeknek a konfliktusoknak a hossza. Tehát egész egyszerűen 2011 óta zajlanak ezek a konfliktusok, és a menekültek, akik elindulnak, akár Európa felé, akár mondjuk hát Törökország felé, ahol 1,8 millióan vannak, vagy, vagy Libanon, vagy Jordánia, ahol szintén hatalmas mennyiségben áramlanak. Ezek egész egyszerűen azt látják, hogy a nemzetközi közösség nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Tehát egész egyszerűen azt látják, hogy el fog húzódni ez, a, ez, a, hogy mondjam, ez el fognak húzódni ezek a konfliktusok, és ilyenkor, mint minden ember, felteszik maguknak a kérdést, hogy van-e reményünk itt tovább élni, van-e reményünk a visszatérésre, és ha nem leges a válasz, akkor általában a legvállalkozók kedvűek, ezek egyébként hozzá kell tenni a fiatalok, a képzettebbek, a középrétegek, tehát nem a legszegényebbek, ezek bizony elindulnak, és ezek egy része Európába jön. Nagyon fontosnak tartanám azt is, és azt gondolom, hogy Európának, de szerintem a magyar közvéleménynek is nagyon rossz képe van a migránsoktól. Tehát a migránsokat úgy gondoljuk, hogy ők szegények, elmaradottak, nincsenek olyan felszerelés, amik, amik vannak, nekünk vannak, nem kérem szépen. Ezek a szíriai, ezek a, az afgán, ezek a, 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 az úgynevezett szubszaharai térség középrétegei. Tehát akik úgy gondolják, hogy esélyük van menedékkérőként Európába jönni és beilleszkedni. Vagy legalábbis menedéket kérni a jobb életreményében. A negyedik dolog, ami nagyon fontos, hogy ezeknek a ezeknek a menekültek egy részének, akik elindulnak tehát Törökország, Libanon, Jordánia felől, ezeknek valamilyen kapcsolata van már a Nyugat-Európában vagy Európában lévő különböző közösségekkel, szírközösségekkel, afgán közösségekkel, stb. Tehát nem úgy indulnak el, ahogy mi gondoljuk, hogy bele a vakvilágba, hanem pontos, hát viszonylag pontos céljuk van. El akarnak jutni, mert valaki azt mondta nekik, hogy kérem szépen ott jobb megélhet és van, stb. stb. Mi sem csináljuk egyébként másképp félreértés Tehát akik kimennek mondjuk Magyarországról, Ausztriába vagy Németországba dolgozni, azok nem feltétlenül az interneten nézik meg a dolgokat, hanem hanem ismerőssel kommunikálnak, a, a, a baráti körrel kommunikálnak. Tehát fontos látni azt, hogy, hogy ők is gyakorlatilag hasonlóan viselkednek, mint mi. És még egy nagyon fontos dolog, természetesen pontosan tisztában vannak minden szituációval. Ugye néhány előadást már tartottam, és mindig megkérdezték, hogy ezeknek milyen sok pénzük van, hogy ezeknek mobiltelefonjuk, okostelefonjuk van. Kérem szépen, az okostelefon Szíriában sem olyan drága, Törökországban sem olyan drága. Okostelefont ma venni Magyarországon vagy bárhol nem egy kalandértékű dolog. Aki kint volt, és itt többen, tehát pontosabban, aki kint volt Afganisztánban például. Afganisztánban mindenkinek mobiltelefonja van. És ezek az okos telefonok pontosan el megmondják az, hogy merre kell menni, azt, hogy milyen tehát milyen problémákkal kell szembenézni. És végül van egy nagyon fontos dolog, ami miért Németország. Azért Németország, mert Németországban ma 4,7%-os a munkanélküliség a legalacsonyabb egyébként hát a világháború óta, tehát a németek valóban arra számítanak, hogy akik jönnek, azok egy része, az gyakorlatilag be fog illeszkedni, és munkaerőként alkalmazható lesz. Nagyjából ezt tudnám mondani, és akkor rögtön mondok még egy nagyon fontos dolgot, láthatóan sem Európa, sem az Európai Unió nem készült fel ilyen migrációs hullámra. Pedig, itt már egyszer elhangzott, pedig volt rá precedens, volt a délszláv háború, 2011 óta világosan láthatók azok a tendenciák, ami Görögországot, ami, ami gyakorlatilag Olaszországot és a Spanyolországot érintette, és nagyjából számoltani lehetett arra, hogyha egy konfliktus elhúzódik, onnan bizony menekülnek az emberek. Azt mondta a professzor úr, hogy nem várható, hogy a menekültek száma csökken, és azt is hallottuk, hogy Európa nem készült fel, ezt látjuk, hiszen mindenki úgy tűnik döbbenten áll a menekült hullám erősödése előtt, Görögország sem természetesen, ahonnét a Magyarországra érkező menekültek ezen a bizonyos balkáni útvonalon érkeznek ugye a Törökországban lévő menekültáborokkal, hajóval, szigetekre, aztán Görögország partjair, partra szállva, Görögország, Macedónia, Szerbia, Magyarország, és ezen az útvonalon igyekeznek az ígéret földjére. Mit tehetett volna a közösség, az Európai Uniós közösség? Mi az, amit elmulasztottak? Hát én azt gondolom először is, hogy az Európai Unió, mint minden egyes, hát fogalmazunk úgy politikai szövetség, vagy, vagy, vagy ilyen központ, sajnos csak egy dologra tud figyelni, egyszer-egyszer. Tehát úgy gondolom, hogy vannak fő témái és vannak mellék témái. 2008 óta az Európai Unió egyik legfontosabb kérdése a gazdasági, tehát az adósságválság és a gazdasági válság felszámolása volt. Az utóbbi másfél évben pedig, tehát 14-ig vagy 15 elejig pedig a görög válság foglalta le az összes unió országot. És még egy nagyon fontos dolog, világosan kell látni, hogy az uniós országokon belül vannak fontosabb szereplők, tehát akik jobban oda tudják tenni magukat, különösen akkor, ha európai szinten kell intézni a dolgokat, és vannak kevésbé fajsúlyos, vagy inkább azt mondanám, kevésbé súlyos szereplők, akik ugyan fel tudják bizonyos dolgokra hívni a figyelmet, de nincsen akkor a politika befolyásuk, politikai, hát hogy mondjam, hátországok, olyan politikai nyomatékuk, mint például egy Németországnak, vagy egy Angela Merkelnek, ugye mondani, a mai Európai Unió az egy Németország vezette Európai Unió. Amíg Németország számára a menekült kérdés nem volt fontos, addig gyakorlatilag a jelenlegi rendszer működött. Hogy mi volt rossz, és mi... Rögtön, rögtön bele kell akkor csapni abba, hogy, hogy, hogy mi lenne a megoldás. ugye? Hát az első, és ami szerintem nagyon rossz, az alapvetően az, hogy az európai menekült ügyi rendszer az nem ilyen mennyiségű menekültre volt eredetileg kitalálva. Mondhatnám azt is természetesen, hogy maga a menekültügyi nemzetközi jog is elég öreg, 1951-es Genfi Egyezmény az, ami szabályozza, az egy teljesen más politikai helyzetben. Egy, egy hidegháborús helyzetben, a hidegháborúnak is ládás egy nagyon kemény helyzetében született meg. Aztán ehhez csatoltak 67 ben egy, egy másik jegyzőkönyvet, de döntően azt is azt kell mondani, hogy teljesen más helyzetben. És végül volt ugye a Dublin 3, ami pedig egész egyszerűen úgy rossz, ahogy van. A legnagyobb problémája a Dublin 3-nak az a következő. A Dublin 3 alapvetően igazságtalanul hát, sújt bizonyos országokat. Egyrésztről igazságtalanul sújtja a, a, határországokat, tehát ott ugye a határ, hogy mondjam, a határvédelmet bízza a külső országokra, itt különösen a Schengeni dolgokról van szó. A másik oldalról viszont, akik a Schengeni, tehát akik a határországokkal szemben állnak, azok a befogadó országok, nem a határországok a legnagyobb befogadó országok, rögtön hadd tegyem hozzá. 2014-es adat szerint Németországban 35 ezer menekültet hát, fogadtak be, vagy menekült ugye eljárás zajlott le. Kérem szépen, ez azt jelenti egyébként, hogy tehát 35 ezer egyenlég, Magyarországon 30, tehát 30 embert fogadtunk be, és lehet, hogy ennél valami, itt most a szírmenekültekről van egyébként döntő szó, Olaszország 190, tehát azt akarom mondani, hogy az egyik részre a határországokat kiteszi a, a menekült hullámnak, másik oldalról pedig ugye egy hivatkozása van a befogadó országoknak, Németországnak, akkor Svédországnak, mondjuk ilyennek tekintető Hollandia, Finnország, stb., bár Finnország talán nem jó példa. Tehát azt akarom mondani, hogy rosszul van kitalálva, de még ennél is nagyobb probléma, amivel mi szembesülünk. Az pedig az, hogy ha valaki belépett a Schengeni övezetbe, akkor gyakorlatilag nincs lehetőségünk még arra az időre sem visszatartani, ha ő nem akar itt maradni, vagy megvárni mondjuk a, a regisztrációt, illetve a menegő eljárást, hogy, hogy arra az időre, amíg eldöntik azt, hogy mi lesz vele, addig mondjuk azt mondjuk neki, hogy egy befogadó táborba vagy nem menj egy befogadó táborba. Tehát a Dublin 3 ilyen szempontból nagyon rossz. A, a negyedik dolog, amit megemlítenék, és itt egy picit talán, hogy mondjam, igen, azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés. Nekem szakmai meggyőződésem, hogy egész egyszerűen a menekült kérdést, Európa csak együtt tudja kezelni, már pedig most gyakorlatilag a menedégi jog szempontjából a, a, tagországok kompetenciája azt eldönteni, hogy kinek adnak, illetve kinek nem adnak, és ez egy eléggé ilyen, tehát hogy mondjam, olyan, le, olyan tesz lehetővé, hogy valaki 35 ezeret is be fog, befogad, a másik pedig 30-at fogad be. Tehát azt akarom mondani, hogy nem európai szinten foglalkoztunk a kérdéssel, és ezt előbb-utóbb meg kell tennünk. Akár tetszik nekünk, akár nem. És ez a 28 ország... Ez, ez elég nehezen ö, vergődik zöldágra ebben a kérdésben, mert nem mindenkit egyformán érint a dolog. Itt lehet látni, amiről beszéltem, hogy ez 2008 óta, ez a grafikon mutatja, a két, az utolsó két évet kell nézni, a 14 és a 15 első felét, valóban drasztikusan megemelkedett a Ettől függetlenül rögtön hozzá kell tennem, én nem tekintem ezt népvándorlásnak, azt is elmondom majd miért. De ami izgalmas, az talán ez. Ez ugye honnan jönnek a menekültek? illetve hova mennek a menekültek. Ezt lehet látni egyébként, ez egy ilyen érdekes, hogy mondjam, térkép, ami, ami megpróbálja arányosítani, tehát nem megpróbálja arányosítani azt, hogy kit mennyit sújt. Ez egyébként ugye a származási országból, ez pedig gyakorlatilag a menekülteknek, hogy hova mennek. És akkor azt lehet látni, hogy nem Európa egyébként a fő, fő, fő célpont. Egyelőre Törökország, illetve a Szíria környezetében lévő. Itt vannak itt egy néhány adat, ugye a szíriaiak. És a másik kérdés, hogy igen, hogy hogy néz ki? 2014-ben ez megint egy olyan térkép, ahol azt lehet látni, hogy kiket sújtott leginkább. A Nagyorsz, Ez egy Európa térkép, kicsit el van maszatolva, de abban bízom, hogy jól lehet látni. Azért van elmaszatolva vagy pontosabban, hogy, hogy tényleg azt mutassa, hogy, hogy ki mekkora menekült áradattal, vagy inkább azt mondanám, hogy hány menedékkérővel. Mi vagyunk az a zöld, ott a, 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 a sötét zöld, a, a sötét lila az Németország és Olaszország. Ha viszont 15-öt nézzük meg, és akkor felhívnám a figyelmet egyébként Svédországra, ott fönt az a nem tudom milyen kék, zöldes kék. Ha viszont tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy hogy kevesebb országot érint egyébként a, a menekült hullám 15-ben drasztikusan. Magyarország, Németország. Ausztria. Nézzük meg Svédországot fönt, vagy nézzük meg Olaszországot. Tehát ez az, amik, amikor jönnek a menekültek. A befogadó országok egyrészt azt mondják, hogy mi befogadjuk őket, hozzátok csak érkeznek, az érkező országok pedig azt mondják, bocsássatok meg, hát azért 190 ezer emberrel egy 10 milliós országnak a, a menekültügyi rendszere nem képes. Ha csak azt számolom, hogy mennyi időt kellett, ugye itt nagyon fontos, amit államtitkár úr mondott, hogy többségük tovább megy. 90%-nál több tovább megy. Ha nem ment volna tovább, akkor ez azt jelenteni egyébként összességében, hogy kb. 25-30 ezer ember lenne havonta, ha csak azt a 30 napot számolom, amíg el kell bírálnunk, 25-30 ezer menekültel kéne számolnunk. Ehhez nem elégséges a magyar, hogy mondjam, menedik, menekültügyi rendszer. Nincs ennyi befogadó táborunk, az állampolgársági hivatalnak nincs ekkora aparátusa. Tehát azt akarom mondani, hogy egyénileg ezt nem fogjuk megoldani semmi, se a németek, se az olaszok. A görögök erre a legjobb példa, ők 11-ben már bedobták a között. Ne felejtsük el, görögországi Schengeni... sengeni ország és 11-ben már azt mondták hogy nem képesek tehát azt akarom mondani hogy hogy körülbelül ezeket nem európai szinten és nem e, jól de hát úgyis még a megoldásról fogunk beszélni talán ennyi és ha már bedobtam ezt hogy miért nem tekintem vénfándorlásnak azért kérem szépen mert ez a menedék menekült áradatnak az előszele amivel számolnunk kell még csak a többségében, és jó, hogy ez van fönn, a többségében, például akik Szíriából vagy Afganisztánból jönnek, a többségében politikai menekültek, akik jogosultak egyébként. Mi lesz akkor, ha jönnek a gazdasági bevándorlók, tehát azok az emberek, akik már nem, akik egész egyszerűen azért jönnek, mert jobban akarnak élni. Mi lesz akkor, ha 15 éven belül fél nő Afrika lakossága? Ekkora tömeget jelenleg az afrikai rendszerek nem képesek megtartani. Ennek egy része biztos, hogy elérkezik hozzá. És mi lesz akkor, már bocsánat, ha jönnek a klímamenekültek? Tehát azok, akik egész egyszerűen a klímaváltozás okán elindulnak, és máshova nem nagyon tudnak menni, mint olyan klímába, ahol, ahol, hogy mondjam, ahol, ahol jobban meg tudnak élni. Tehát azt gondolom, hogy na az lesz a néppándorlás, ha nem készülünk fel rá. Hát nem túl biztató <laughs> kilátások. És igen, valóban ezzel a gonddal küzdünk minden nap, holnap kormányülés és minden kormányülés előtt. Lázár miniszter úr vezetésével az államtitkári értekezlet mint egy felkészül a kormányülésre. És pontosan ennek az eljárásnak a részleteit vettük végig, amit professzor úr is említ. Tehát megérkezik a menedékkérő, benyújtja a menedékkérelmét, regisztrál, ez egy eljárás, ez most az új törvények szerint a 30 nap le fog rövidülni, de 10 nap is nagyon hosszú idő. És azok, a, azok az ENSZ és Genfi Egyezmény, amikről, amikről szó volt, valóban nagyon komoly előírásokkal kötelezik Magyarországot is, aki regisztrál, aki határország, hogy azokat, akik beadták a menedékkérelmüket, el kell látni. Erre fel vagyunk készülve, készülünk civil szervezetekkel, köztük a Magyar-Máltai Szerzetes Szolgálattal és a Vöröskereszttel együtt, akik a kormány, mint egy 200 millió forintos támogatásával, amiről a holnapi kormányülés fog dönteni, hogy segítsenek nekünk abban, segítsenek az államnak, aki elvégzi a feladatát a határon, a bevándorlási hivatal emberei, a rendőrök, hogy szervezett formában, kopogtatás után a menedékérők beadhassák menedékkérelmüket, hogy megkapják az ellátást. Éppen ott a mai ülésen olvastam, hogy vannak országok, akik még élelmiszer jegyeket is adnak. Mi ellátást biztosítunk, élelmiszer ellátást, ételt, italt, orvosi ellátást, a Magyar Honvédség is egy elsősegély helyjel az egész, ha egészségügyi válsághelyzetet is akkor a kormány kihirdeti kész ebben segíteni, és a határa terepül, települ egy úgynevezett ról egyes besorolású elsősegélyhely. Tehát orvosi ellátás, étel, ital, hanem 30 napig, 10 napig, de az is nagyon hosszú idő. És amiről szintén beszéltünk, Mit teszünk a menedékkérőkkel, akiket az egyezmények alapján zárt táborba nem lehet vinni? Táborokban el lehet helyezni őket, de annak a kapuja nyitva áll, és ha nyitva áll, akkor természetesen senki nem akadályozhatja meg őket, hogy onnét elinduljanak. Az úti céljuk felé. Az is egy érdekes kérdés, hogy az innét Magyarországról Németországba igyekvő menekültek egy része már tovább indult Dánia és Svédország felé, hogy van-e joga egy menedékkérőnek, van-e joga egy bevándorlónak. Ő még akkor is, ha az életéért menekült, az életét védte, vagy politikai okokból menekült el abból az országból, megválasztani, hogy ő hol szeretne élni. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés. Hadd tegyem hozzá azt, hogy minden elismerésem egyébként ezzel szerettem volna kezdeni. Minden egyen elismerésem azoknak a rendőröknek és katonáknak akik, akik, hogy mondjam, a határon teljesítenek szolgálatot. Brutális, máshogy nem tudom fogalmazni, brutális helyzet. Világosan kell látnunk, hogy, hogy itt ezres nagyságrendekről van szó. Tehát legutóbb emlékeim szerint 7000 ember jött be. Úgy, az, hogy el tudjuk-e képzelni a 7000 embert, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy mindig nézzük meg, hogy foci meccseken mennyien vannak, és hogy, hogy, hogy az körülbelül mit jelent. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nagy elismerés, de magam azok közé tartozom, akik, akik ugye nem csak Magyarország szempontjából nézik ezt az egész dolgot, mert meggyőződésem, hogy, hogy egész egyszerűen hosszú távon nagyon lehéz lesz tartani a Schengeni határt itt Magyarországnál. Nagyon sokan... Örömüket fejezték ki azért, hogy hogy Németország mit a határzárat, vagy a Schengeni határokat, meg, meg Ausztria. Hadd mondjam azt, ez nekünk nem jó. Azért nem jó, mert ez az egész menekült áradat olyan, mint, mint amikor elkezdünk egy, egy, egy csapba, amiben dugó van, engedni vizet. Egy idő után megtelik, és ki kell húzni a dugót. Ez a kihúzás volt egyébként, ennek a dugónak a kihúzása volt, amikor, amikor a magyar kormányzat egyébként rögtön hozzá kell tenni, szemben a dublini rendszerrel, de megállapodva az osztrákokkal és a németekkel, fogta magát, és, és, és buszokra vagy vonatra ültette azokat a menekülteket, akik tovább akartak menni. Ez egy nagyon nagy dilemma. Azért nagy dilemma, mert miközben az államoknak szervezetten nincs joguk tovább szállítani, kik fogják tovább szállítani? Az embercsempészek, pontosan. Tehát, tehát maga a szabályzás nem jó. De amit én fontosabbnak tartanék, az az, hogy úgy próbáljuk ezt az egészet elgondolni, gondolni, mint valóban egy hullámot. Ha valaki egy ilyen hullámot meg akar fogni, azt leginkább hullámtörőkkel lehet hatékonyan. Mit jelent ez a hullámtörés? Azt, hogy nagyon sok dolgot kellene egyszerre csinálnunk, és ezek között csak néhányat hadd említsünk. Az első és legfontosabb dolog, el kéne végre fogla kezdeni foglalkozni a szíriai válsággal és a... Tehát azokkal az okokkal, ami miatt eljönnek az emberek onnan. Ez az első. Erre én még nem látok hajlandóságot Európában. Kettő, nagyon fontos lenne támogatni a törököket, jordánokat, libanoniakat, hogy az a menekültrijúi rendszer, ami ott van, az megtartsa ezt. Egyébként hozzá kell tenni, miniszterelnök úr is mondta, hogy igenis meg kell emelni részben a menedik, tehát az európai menedikügyi alapot, nagyságrendelit nagyjából úgy képzeljék el, hogy eddig milliós volt, és ugye itt 3 milliárdról, két és fél három milliárdról van szó, amivel meg kéne emelni, és azt mondani, hogy rendkívül sokat fogtok kapni. Három. A tranzitországokat rá kellene kényszeríteni arra, nem véletlen fogalmazom a kényszerítést, de fogalmazhatok úgy is, politikailag piszín, de én nem vagyok politikus, ezt majd államtitkárul fogalmazza így, hogy rá kéne venni őket arra, hogy együttműködjenek menedüki ügyi kérdésekben. Az mégiscsak nonsens, hogy a, hogy a Macedón határtól a szerbiai határig buszokkal szállítják, hogy a Szerbiától Magyarország határig buszokkal szállítják, mert a tranzitországok abban érdekeltek, hogy menjenek minél gyorsabban tovább. Tehát őket rá, kéne, rá lehet venni, ezek mind Európai Unióba akarnak bejönni. Azt kell mondani nekik, mindenfajta tárgyalás, mindenfajta belépés, meg az a feltétele, hogy ti már pedig működjerek közre ebben a kérdésben. És akkor itt volna a legfontosabb, egész egyszerűen ezt a regisztrációt, mert ugye itt államtudkár úr is elmondta azt a dilemmát, hogy nem tudjuk őket. A regisztrációt és a menedékjogi eljárást, tehát az elbírálást, az Európai Unió Schengeni határjan kívül kéne helyezni. Azt mondani, barátaim, vagy Törökországban, vagy Macedóniában van egy telep, van egy Európai Unió által fel kiépített, mondjuk azt, befogadó tábor, vagy befogadó intézmény, ahol te regisztrálod magad, ahol egyébként eldöntik már eleve rólad, hogy te jogosult vagy, vagy nem vagy jogosult, és ha jogosult vagy, akkor mehetsz tovább. És ha ezt megcsináljuk, akkor lehet arról beszélni, hogy utána lehet hatékony határvédelmet csinálni. Én azok közé tartozom, és ez biztos nagyon sok kritikát váltott ki, mert kaptam vissza, hát mondjam azt, hogy forrót és hideget, de, de általában, hogy mondjam, nagyon durva dolgokat vágtak a fejemhez, aki azt mondta, hogy lehet, hogy úgy gondolja a politika, hogy a kerítés az egy tök jó dolog, de nagy mennyiségű menekültet a kerítés nem fog megfogni. Nem fog megfogni. Egész egyszerűen. Hasonlóképpen gondolkodom arról is egyébként, miközben azt látom, hogy persze, természetesen ezeket mind-mind meg kell tenni, de anélkül, amit említettem, anélkül ugyanúgy itt fognak a mi határainkon föl torlódni gyakorlatilag. És egy idő után ez át fog szakadni. Arról nem is beszélve természetesen, és ez egy másik kérdés, hogy ugye azt mondjuk, hogy illegális lesz a bevándorlás. Eddig is az volt egyébként, és hogy ezt szigorúbban fogjuk az én fő kérdésem, én nyilvánvaló értem a kormányt, a kormány alapvetően, hogy mondjam, kommunikálni akar ezzel a bevándorlókkal, Negyere ide, mert nem fogunk beengedni. De ugye, amíg, csak képzeljük el, három ezer ember mégiscsak bejön. Három ezer embert el akarunk ítélni. Ennek a három ezer embernek a, 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 gyors, tehát a gyors ítélkezése is minimum három órát fog igénybe venni, ez 9000 óra. A 9000 óra az 1200 nap. Ki fogja ezt csinálni? Tehát föl van készülve a magyar bíróikkal, ezért mondom azt, hogy ezek természetesen lehetnek, kellenek, de mindenek előtt az kell, hogy már azok a hullámtörők benne legyenek ebbe az egész rendszerbe, ami, mia, ami után én a határon megjelenőnek, azt tudom mondani, hogy bocsi, a kapu nem itt van, hanem oda oda Odamész, és ott regisztrálod, ott döntenek rólad, és mindenki, aki a, 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 a tranzit útvonalon van, ugyanígy cselekszik. Ebben az esetben azt gondolom, hogy legalábbis azt a drasztikus nyomást, amit itt lehetett látni a grafikonon, és ami gyakorlatilag tönkretett mindenkit, nem Magyarországot most, nem, ez nem lesz népszerű. A magyar meneküldügyi rendszer, azt mondjuk 5000 emberre volt eredetileg, kalibrálva, de legyen tízezer. Hogy gondoljuk mégis, hogy 190 ezer embert megfog? Ez nonsens. Ilyen nincsen. Akkor sem, ha megszakadunk. De még Németországnak is azt kell mondani, hogy bocsi, annyian jöttek, hogy egész egyszerűen nekünk is lélegzetvételnyi szünet kell. Uh, igen, ha azt gondoljuk, hogy kell egy hullámtörő, és a magyar Biztonsági határzár minden kellékével együtt, nem csak a kerítés, ami egyébként egy jó, erős, masszív kerítés. De, ahogy professzor is mondta, mi van akkor, hogyha jön tízezer ember, ha jön hétezer ember, nem is tudjuk hirtelen elképzelni, hogy milyen erőt képviselnek. Azt hiszem tegnap hallgattam egy egy osztrák kis falu jegyzője mondta, hogy itt van a faluban tízezer ember. Ez egy 1200 fős falu. Hát ennyi ember még itt sosem volt. Nem tudunk velük mit kezdeni. Hát majdnem tízszer annyian vagyunk, mint ahányan szoktunk lenni. Ez nem egy olyan üdülő hely, amelyik vannak olyan üdülő helyek, amik föl vannak készülve arra, hogy nyáron tízszeresére duzzad az ott nyaralók és az ott élők száma. Tehát, hogyha ez a határzár, ami ugye áll ebből az erős kerítésből, ott vannak a rendőrök, ott vannak a honvédek, akik készülnek arra, hogy élő erőként megállítsák a hatalmas tömeget együttműködésben. Ott van a harmadik védvonal, a jogi védvonal, de valóban, hogyha csak három órát foglalkozik egy bíró, és megszorozzuk, akkor akkor nagyon-nagyon-nagyon hosszú időre lesz szükség, hogy ezeket az ítéleteket a, a, bírók meghozzák. Természetesen ez a hullámtörő, ez mint egy elrettentő hullámtörő működik reményeink szerint a jövőben, és azt üzeni az ideérkezőknek, hogy ha, ha Békésen kopogtatok, akkor naponta, amire a mi menekültügyi rendszerünk fel van készülve, vagy annak esetleg két-háromszorosára, hiszen mégis rendkívüli helyzet van, két-háromszorosát el tudjuk látni: a menedékkérelmek befogadását, regisztrációt, és aztán a táborba kísérés, ott az ellátást, és aztán majd. Természetesen meglátjuk, hogy mi történik ezután. De hogyha ugyanilyen sengeni határok jönnek létre, újra élednek a határok Ausztria és Magyarország, és aztán Ausztria és Németország között, akkor a meg de itt rekednek, nem fognak tudni, nem fognak tudni tovább menni. Tehát ezzel természetesen a problémát nem oldjuk meg, mert azt üzenjük, hogy itt nem érdemes, mert ez egy kicsit bonyolult, ez már macerás, az illegális határátlépés a mostanáig szabálysértés, holnaptól bűncselekmény, talán tízszer, százszor is meggondolják, hogy megbontják-e a, a kerítést, és úgy érkeznek-e. De akkor nyilván a reakció valószínű az lesz, hogy egy másik útvonalat fognak keresni. Az lenne az igazi megoldás felé vezető út, még nem is az igazi megoldás, hogyha ha egyrészt a professzor úr által említett alapban lévő pénzt nem arra költenénk, hogy például Magyarországot, mint határországot az Európai Unió ebből az alapból megsegíti, hogy tudja finanszírozni a költségeit, hiszen nagyon komoly terhet ró ez a magyar költségvetésre, már most is évvégéig még biztosan növekszenek majd a költségek. Tehát... Még csak ez sem a megoldás. A Ezeket a hotspotnak nevezett gyűjtőpontokat, hogyha a Schengeni határokon kívül, Európa határain kívül helyezzük el, azzal meg mindig nem oldottuk meg a problémát, csak azt mondtuk, hogy akkor ott várakozzatok, elbíráljuk. Ugye az angolok is azt mondták, hogy hát befogadunk 20 ezer ember, de majd mi mondjuk meg ki, az a 20 ezer, kimegyünk majd Törökországba a táborba, és majd ott interjút fogunk készíteni a potenciális bevándorlókkal mert hogy bizonyos mértékben munkás kézre Európának, Európának szüksége van. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy, nekünk azért vannak még, vannak még tartalékaink, tehát nem így gondoljuk a munkaerő hiányt megoldani. De mégis mi lenne az az igazi megoldás, politikai megoldás, amit az Európai Unió vezetőinek ahelyett, hogy a Juncker is minden nap kiáll egy újabb számmal, hogy akkor most 40 ezer, aztán 120 ezer, aztán 160 ezer, és akkor ezt a kvótát, kvótákban osszuk el a 160 ezret. És hogyha elosztjuk a 160 ezret, akkor mi történik a többivel? Több millióan állnak az Európai Unió határain, ugye a Görögország határain, mert Görögország egyszerűen nem csát semmit. Törökország egyszerűen semmit nem csinált. El volt foglalva a saját problémáiról, volt neki, volt neki rengeteg, nem csinált semmit. Sem nem regisztrált, sem nem ö, csinált semmit, a macedónok pedig és a szerbek pedig, hát azt látjuk, ö, mai nap folyamán is, hogy a szerbek igyekeznek a náluk lévő bevándorlókat minél gyorsabban eljutatni a magyar határa, mert éjfélig még egy másik időszámítás van, és akkor kezdődik az új időszám, minél előbb jöjjenek, hát ők szabaduljanak meg tőle. Tehát mi lenne az a politikai megoldás? Hogy tudnánk Afganisztánban nem tudjuk megoldani, 1980-ban vonult be a Szovjetunió. Azóta nem oldottuk meg ezt a problémát. Irak, 24 éve nem tudtuk megoldani a problémát, Szíriában is már túl vagyunk a tűrés határon. Miben tudnánk segíteni? Hát én azt gondolom, és ez megint nem lesz népszerű, hogy Európának egész egyszerűen komolyan kéne venni magát, tehát biztonságpolitikai szempontból, hát fogalmazunk úgy, hogy erősíteni kéne magát. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy... Nyilvánvaló, hogy a védelemre, a katonai erő, az erletentő erőre, mindazon erőkre, amikkel rá tudjuk kényszeríteni, akár a szíreket, akár az híbiaiakat, hogy kezdjenek el foglalkozni a saját problémájuk megoldásával. Férjét és nehézség, nehogy bárki azt gondolja, hogy a menekültnek arra van szüksége, hogy azonnal vissza lehessen. Én ugye említettem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy perspektívát sem lát egyelőre még nagyon sokan látnak egyébként, mert ugye Törökország és Libanon és Jordánia, akik ott vannak, azok még abban reménykednek, hogy valamikor vissza tudnak menni. Általában, tehát hogy mondjam, az emberek mindenütt nehezen hagyják el egyébként a szülőföldjüket. Tehát én azt gondolom, ha elkezdenénk foglalkozni ezekkel a problémákkal, akkor már önmagában lenne egy olyan üzenet, hogy mi azért vagyunk, hogy ti valamikor vissza tudjatok menni. Ez az első. De ehhez természetesen képességekre van szükség, ehhez olyan diplomáciai érzékre van szükség, hogy tárgyalásokat kell kezdenünk az Afrikai Unióval, az öbölmenti országokkal, mindazon szervezetekkel és nagyhatalmakkal, akik ezekben a térségekben hát hozzá tudnak lenni, járulni ahhoz, hogy egy stabil állam jöjjön létre. Nagy tévedés, nem, tehát hogy mondjam, nem gazdagok akarnak lenni egy pillanatról meggazdagodni ezek az emberek, akik elmenekültek, vagy akik akár ide jönnek, hanem egész egyszerűen stabil államba szeretnének érni. Ez lenne szerintem az első és legfontosabb, és ettől vagyunk a legtávolabb. Tehát, hogy e, nagyon egyszerűen hadd fogalmazzam, lezajlott egy arab tavasz, és lezajlott egy ukrán-orosz konfliktus úgy, hogy gyakorlatilag az Európai Unió azt sem tudta erre azt mondani, hogy kviddics, ahogy szokták mondani. Semmit nem tudtunk hozzátenni, kész, néztük. Semmi hatásunk nem volt rá. Semmi hatásunk nem volt rá. Ott nézzük, pedig mindenféle, hogy mondjam, mindenféle ilyen mediterrán dialógust, ilyen mediterrán uniót, és egy csomó olyan fórum volt, ahol azt is Elfelejtettük megkérdezni, hogy ne haragudjatok nálatok, mi történik. Tehát miért van az, egy nagyon egyszerű példa, miért van az, hogy Benali bukása előtt tíz nappal a francia miniszterelnök vagy külügyminiszter asszony még ott táncikál Benalival, annak a francia országnak egyébként a külügyminisztere, akinek a legjobban kéne ismerni ezt az észak-afrikai térséget. Ez azt jelenti, hogy fogalmuk nincs róla hogy mi történik. Tehát egész egyszerűen ez lenne az első és legfontosabb, hogy igenis el kell kezdeni ott valamit, NATO, EU, ENSZ, mindenkit bevonva, mindenkit bevonva, mert egész egyszerűen ezt a nyomást, ezt mindenféleképpen, hogy mondjam, le kell szerelni. A másik szerintem nagyon egyszerűen az lenne, hogy, hogy az Európai Unióban ezt az általam említett rendszert, Hát olyan szisztematikusan kiépíteni, mert félreértés ne esik itt, nem csak arra gondolok, hogy Macedóniában, Törökországban, hanem ugyanígy Görögországnak és Olaszországnak is ki lehetne venni a részét. Sőt, tudok olyan megoldást is, amire azt gondolom, még a görögök is azt mondanák, hogy van rendkívül sok görög sziget van, nagyon nehezen védhető egyébként, mondjuk ki a görögökről azt, hogy nagyon nehezen védhető egyébként Görögország határa, mert szigetből áll, tehát ezért. De ilyen úgynevezett hotspotokat, vagy EU-s menekült, úgynevezett menekült oltalmi övezeteket létre lehetne hozni bizonyos kijelölt görög szigeteken is, ahol azt mondjuk, hogy ott kell megvárnotok azt, hogy beléphessetek, hogy eldöntsük, hogy kijöjjön. És ennek megfelelően, aki ebben együttműködik, hát akkor én azt gondolom, hogy annak leírhatunk például az adósságából bizonyos hívjákokat. Erre mindenki egyébként nagyon fogékony. Azt világosan kell látni, hogy miközben mindenki humanitárius dolgokról beszél, én azt látom, azt tapasztalom, és nem csak én, hanem a kollégáim is a Stratégiai Védelmi Kutatóközpontban, hogy egyébként úgy vagyok humanitárius, hogy egyébként benyújtom a számlát. Még ezt szeretném, meg azt szeretném, meg azt szeretném. Tehát azt gondolom, hogy, hogy közös megoldásnak kell. Ami pedig az, hogy ki megy és hova, arra bármilyen furcsa magam a kvótarendszernek vagyok a híve. Abban az esetben, ha ez a menekültügyi rendszer, ez elkészült, tehát ez a, ezek a hullámtörők. És még egy nagyon fontos dolog, mert nem önmagában, mert például mi ugye kijelentjük, bár szerintem ezzel jobb, ha megbarátkozunk, hogy ilyet nem szabad kijelentni, hogy mi nem akarunk senkit, be fognak jönni ide is. Az a kérdés az, hogy milyen tempóban, és hogyan, és kik. <kül> tehát azt akarom mondani, hogy a, én úgyne, a kvótarendszert úgynevezett virtuális kvótarendszerként is értelmezném, hogy rendben. Magyarország azt mondja, hogy ő nem akar egy darab ember se befogadni, akkor az ő kvóta ők kvótáját, azt azért ő fogja finanszírozni, de legfeljebb nem idejön, nem tudom érthető-e. Mindenkinek ki kell venni a részét. Nonsens! Tehát értem én egyébként, mert a politika úgy működik, hogy tulajdonképpen minket nem nagyon érdekel egyelőre, hogy most Szlovénia vagy Horvátország felé megye majd ez az útvonal szerintem nem fog arra menni, itt van néhány illúziója a kormánynak, vagy pontosabban mindazoknak, akik ezt preferálják, meg kell nézni az útvonalat. Tehát a természetes útvonalak nem Szlovénián és Horvátországon kerülnek. Már önmagában a török hadsereg, amikor jött és elfoglalta Budát, ugyanazon az útvonalon jött, ahol most a menekültek, nagyjából olyan számban is 10-20 ezres talpasok voltak, akik jöttek végig. Tehát, az, tehát vannak úgynevezett természetes útvonalak, de de összességében azt kell látni, hogy ami a legfontosabb, és azt gondolom, hogy mindenki ezt követeli, akit valahogy nyom, hogy szolidaritás kell az Európai Unión belül a többieknek a határországokkal, többek között velünk, azért őrületes ám az az arány. Tehát azt szokták mondani, hogy Olaszországban több, na de kérem szépen, Olaszország egy 50 milliós ország, nem egy 10 milliós egészen más kapacitása, egészen más lakosság száma, egészen más, egészen más egy 50 milliós ország esetében 130 ezer ember, mint egy 10 milliós ország esetében egy 130 ezer ember. Tehát arányaiban is meg kell nézni. Tehát azt gondolom, hogy a kvóta rendszer lehetne egy ilyen elosztási mód, de természetesen összességében még a kvóta rendszer sem megoldás. Mert ugye a nagy kérdés alapvetően az, hogy szüksége van-e Európának bevándorlókkal. És most hadd kérdjem meg a társaságot, ahogy szoktam, tegye föl az a kezét, aki szerint szüksége van. Európának, 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 azt kérdezem, Európának. Tehát senki, és ki az, aki szerint nincs szüksége? igen, akkor most hat mondjak én néhány dolgot. Nagyon egyszerű, Hat fogalmazok úgy, rendben, azt szeretnénk, ha nem jönnének. Akkor a következőt hadd meséljem el, vagy hadd világítsam meg. Egy. Egy 500 milliós Európában élünk, ahol körülbelül 4,5 százalékos lakosságcsökkenést fogunk elszenvedni, egész egyszerűen azért, mert, mert kevés a születésszám, Ja, és ezen belül egyébként kelet-közép-európa az ENSZ jelentés szerint 15 százalékos. A 4,5 százalék az írdésmond 5 millió esetében 22-23 millió. Tehát ennyivel kevesebb lesz. Ennyivel kevesebb lesz. Természetesen mondhatjuk azt, ja és mellette egyébként el is öregszik Európa. Mi magunk is, tehát Magyarország. Németország kimondottan. Tehát azt gondolom, hogy hogy demográfiai okok miatt Európának szüksége lesz. Nagyon egyszerűen mondom, ha nekem valaki azt mondja, hogy kérem szépen, most még van tíz éved a, a nyugdíjig, de ha ilyen demográfiai mutatók lesznek, fele annyi nyugdíjat lesz, akkor egész biztos én is azt fogom mondani, hogy bocsánat, kell ez. A kérdés sokkal inkább az, hogy meg tudjuk-e válogatni ezt. Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy van rá mód, hogy megválogassuk, de azt szinte kizártnak tartom, hogy itt Svédországból jönnének. Kettő? Igen, ez nagyon jó, de rögtön hat jegyzem meg. Ha Európába nem jönnek mondjuk a környezetéből bevándorlók, a nyugat-európai, vagy mondjuk a német munkaerőt vajon honnan fogják elszívni? Tőlünk. 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 És mi itt maradunk nyugdíjasként. És mi itt maradunk egy szál befizetés nélkül a nyugdíjkasszába, az egészségügyi kasszába. Tehát értem én az érzelmeket, hogy itt nagy probléma. De, de a demográfia az kegyetlenül azt üzeni, hogy meg kell barátkoznia az európai társadalommal. Azzal, hogy hogy, hogy, hogy előbb-utóbb bevándorlókra új munkaerőre lesz szükség. Köszönjük szépen, a, megérkeztek a kérdések, és ö, szinte észrevétlenül professzor úr, anélkül, hogy a kérdéseket látta volna át is tért kérdések megválaszolására, hiszen az egyik, az egyik csomag, kérdés csomag ezzel foglalkozik, Európa népszaporulatával, az iszlám országok szaporulatával. Azzal a kérdéssel, amit, amit én is szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy van-e, tehát hogyha gazdasági szempontból szükség van munkáskézre, és ezekből az országokból van lehetőség csak a munkás kezeket megszerezni, hiszen a mi demográfiai mutatóink sem rózsásak, mi sem, és egyik európai ország sem növekszik, hanem éppen, hogy csökken tud-e képes-e Európa, az európai országok tudják-e képesek-e integrálni a bevándorlókat. De talán Németországnak van a legnagyobb tapasztalata, hiszen megküzdött a, a, a természetesen német anyanyelvű NDK-val, Kicsit korábban a integrálta a volgamenti németeket, és talán a legsikeresebben a törökök integrálódtak Németországban az iszlám vallással között, de arra is vonatkozik a kérdés, hogy szabad -e egy keresztény gyökerű Európában az iszlámnak teret engedni, hogyan valósul meg a az integráció és ez a bevándorlási hullám erősíti a nemzetek Európáját, vagy az szintén sokszor halljuk, az Európai Egyesült Államok gondolatot erősíti. Hát most jön el az a pillanat, amikor a legnépszerűbb dolgot fogom mondani. A következők miatt. Európa 500 millió lakosából 37 millió körülbelül a külső bevándorló. Tételező fel, hogy ez mind muzulmán ez 7,4 százalék. És én nagyon, nagyon, hogy mondjam, kegyetlenül, mert ez a feladatom, azt szoktam kérdezni, hogy kérem szépen, ha egy 7,4 százalékos kultúra le tudja győzni a 93,6 es kultúrát, akkor nekem nem a 7,4-es kultúrával, a százalékos kultúrával, azon az, gondom, hanem a 93,4-essel. Te pillanat, pillanat, tehát azt akarom mondani, tehát azt akarom mondani, hogy azt gondolom, hogy még messze nem vagyunk ott, hogy itt iszlamizációról vagy iszlám dolgokról kell beszélni. És higgyék el, én magam nagyon sokat dolgot, tehát erről nagyon sokat tehet a média egyébként, hogy így tálaljuk ezt a dolgot. Kettő. Rögtön hadd mondjam azt, hogy Természetesen ez nem jelenti egyébként azt, hogy én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában nincsenek problémák az integrációval. De ott megint egy dolgot fogok megkérdezni, és egy történet adhat meséjek el. Az igazán az integrációs problémák a londoni merénylet, 2005 július 7 i londoni merénylet kapcsán merültek föl, ott ugyanis négy darab brit muzulmán követte el a terrormerényletet, tehát robbantotta föl a metrót. Akik egyébként voltak kint Pakisztánban, ott valami medreszébe beültek három hónapra, hazajöttek és puff, fölrobbantottak. És mindenki elkezdett, hogy hú, ezek a pakisztániak mit csináltak, az kihosták az agyukat. Kérem szépen, ezek az emberek, ez a négy ember, 12 évig olyan brit intézménybe járt, a szocializációs rendszerbe, ahol nagyon egyszerű dolgokat kellett volna megtanítani nekik, többek között az, hogy ne robbants föl a metrót. Ha 12 év alatt ezt az egyszerű dolgot nem tudjuk elmagyarázni, és nem tudjuk, hogy mondja, megértetni az emberekkel, akkor azt gondolom, hogy az az, integrál, tehát az, az intézmény alkalmatlan, rossz, pont. Egyébként a többségével meg tudjuk értetni félreértés nehesség. Tehát azt gondolom, hogy miközben mi mindig azt mondjuk, hogy ilyen az iszlám, olyan az iszlám, olyan, olyan az iszlám, nagyon keveset gondolkodunk arról, hogy tényleg jól csináljuk-e az integrációt. Az integrációval, hál' Istennek nincs itt a feleségem, meg a családom, mindig azt a példát szoktam honzni, hogy Európa úgy gondolkodik az integrációról, hogy az integráció az kultúrák egymás mellett élése. Nem, kérem szépen. Az integráció az kultúrák együttélése. És azt szoktam mondani, én a szomszédasszony mellett élek, de a feleségemmel élek együtt. Lehet, lehet, hogy a feleségemmel többet vitatkozom, de vele vagyok egy integrált közösségben, és nem a szomszédasszonya. Ha addig, amíg ezt nem fogjuk fel, hogy kérem szépen, az integráció az nem egymás mellett élést jelent, hanem együttélést, ami konfliktusokat jelent, ami vitákat jelent, ami beszélgetést jelent. Tehát addig. És természetesen azt is jelenti, hogy ezekben a konfliktusokban, ezekben a vitákban nem csak ők, de mi magunk is alakulunk. Hát tudom, de mindenki a házasságában pontosan tudja, hogy igenis két embernek az együttélése akkor, akkor integrált, ha, ha képesek ezt a dolgot megcsinálni. Harmadik dolog, és ezzel fejezem be, most menekültek jönnek. Ha ezekkel a menekültekkel jól bánunk, a statisztika azt mutatja, ezekből lesznek a leglojálisabb bevándorlók. Még nem tartunk a gazdasági bevándorlóknál, még nem tartunk a demográfiai bevándorlóknál, még nem tartunk a klíma bevándorlóknál. Tehát azt akarom mondani, óriási tévedés, ha azt gondoljuk, hogy ezek a mostani menekültek jelentik számunkra a legnagyobb problémát. Nem. Ők ők, ahogy egyébként mi is menekültként, akár ahogy hívják, akár a magyarokat nézem, akár én félig lengyel vagyok, akár a lengyeleket nézem, tudom, hogy akik menekültként érkeztek egy-egy országba, és hogy fogadták őket, rendkívül hálásak érte. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy értem én a felháborodást, értem én, én nem látom még ezt ennyire súlyosnak. Természetesen, mint említettem, mi mondhatjuk azt, hogy nem szeretnénk egyet sem, már vannak bent, már vannak bent. Egyébként is azt gondolom, hogy általában nem akarjuk, de amikor egyéneket ismerünk meg, egy szír orvost, egy afgán nem tudom micsodát, tehát amikor egyénekkel ismerkedünk meg, akkor, akkor nagyon gyorsan meg tud változni a véleményünk. É, mindig azt szoktam mondani, hogy borzasztó fontos, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy számoljunk azzal, hogy, hogy, nem megbarátkozni, de, de mindenféleképpen ezt ez nem fogjuk tudni elkerülni. Demográfiailag nem fogjuk elkerülni. De itt a, 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 azért, mert az arányok olyanok, mint abban az ominózus, az ominózus ö, ö, osztrák faluba, hogy megjöttek tízezren, mi meg vagyunk 1200-on. Köszönöm szépen a következő két nagy kérdés ö, csoport ö, következne. Ö, miért csak Európa fogad be menekülteket, az Egyesült Államok miért nem? Tette fel a kérdező a kérdés, és Én szeretném hozzátenni, hogy akkor professzor eltenné néhány szót az öböl országokról mert az öböl országok úgy tűnik, hogy nem nyitottak a menekültek befogadására. Ebben a körben Amerika felelősségét firtatja a kérdező. És a második nagy kérdés kör az a terrorizmus, terroristák, iszlámállam, kik állnak pénzügyileg az iszlámállam mögött, érkeznek-e, érkezhetnek-e terroristák, potenciálisan terroristák iszlám állam vagy más terősre szervezetek tagjai a menekültekkel, hogyan lehet kiszűrni őket, egészen most azt kérdezek, kérdezik, hogy hogyan különböztetjük meg a menekültet a terroristától, és mennyien tarthat, tarthatnak, ha még erről nem ejtettünk szót, mennyien tartanak még, milyen utánpótlás lehet az, ha nem bevándorlás, de menedékkérők áradatán. Az első kérdés, hogy miért, az Egyesült, miért nem az Egyesült Államok? Hát azért nem az Egyesült Államok, mert egy csónakkal az Atlanti óceánon borzasztó át, meg nehéz átmenni. Egy Törökország partjaitól gyakorlatilag 5 kilométerre fekszik az első olyan, hogy hívják, ahova el lehet már menni. Egyébként líbiai partjaitól is el lehet menni. Tehát azt gondolom, van egy természetes útvonala a bevándorlásnak, tehát akár menekült, akár migrációs, és ez maga egyébként Amerika hasonló problémákkal néz szembe, például a mexikói, dél-amerikai bevándorlók, úgynevezett latinok bevándorlásával. Felhívnám a figyelmet, hogy ugyanakkor Amerikában a természetesen okoz feszültséget, de akkora pánikot egyelőre nem okozott a latinoknak a, a, a hogy mondjam, a bevándorlása. Mi több, ha nagyon pontosan megnézzük, a feketék vagy afroamerikaiak is a és a fehéreknek a konfliktusa sokkal élesebb egyébként, látványosabb, ennek persze nagyon sok oka van, mint a, mint a latinok és a fehéreknek a konfliktusa. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok egyébként emlékeim szerint fogadott be, most nem akarok visszamenni, talán mindjárt megnézzük egy pillanat. Itt van, itt van, azt hiszem igen. Ott talán van fönt az Egyesült Államok is fogadott be egyébként, még szíriai menekülteket is. Tehát azt akarom mondani, hogy van egy természetes geopolitikai oka ennek a dolognak. A másik, ami, ami az volt a kérdés, bocsánat, hogy a... Igen, a terrorizmus. 2001 óta, már korábban is, de 2001 óta nyilvánosság előtt is elég sok terrorizmussal foglalkozom. Több kötetet szerkesztettem, sokat írok róla. Nem állítom, hogy terror szakértő lennék, vagy terrorizmus szakértő, ugye azt szoktam mondani, hogy terrorizmus szakértőnek olyan országban lehet lenni, ahol van terrorizmus, hál' Istennek Magyarországon nincs, tehát milyen bot csinált a terror szakért, terrorizmus szakértők vannak, de... Az első és legfontosabb dolog, ami hogy miért nem a bevándorlókkal? Ha én terrorizmus, az ISIS vezetése helyébe lennék, egy, egész biztos nem a menekültekkel indítanám útra. Miért is tenném? Itt említés volt, hogy az ISZ-nek elég sok pénze van. Elég sok pénze van részben, a, részben az olajbevételekből, részben az adókból, megveszem az el Bahrein, vagy nem tudom, milyen hogy hívják ott. Ráadásul Szíriába, Alepóba töklazán ki tudok állítani egy normális uh, szír útlevelet, amire azt írom, hogy nem Alepó, hanem Damaszkuszba adják, és akkor kész. Fölültetem a gépre és átküldöm. Miért tetetnék meg vele 2000 kilométert, vagy 1300 kilométert, ráadásul azzal a cikivel, vagy azzal a problémával, esetleg egy magyar határőr, vagy határrendész, most nincs határőr, határrendész, elkapja, és új lenyomatot vesz tőle. Tehát, mert hogy regisztrálnia kell. Kettő, ez egy nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy nem életszerű, Természetesen elképzelhető, hogy megpróbálkoznak vele, de, de azt gondolom, hogy E, tehát, hogy mondjam, egyszerűbben, ha tetszik, egyszerűbben tudja ezeket az embereket bejuttatni. Kettő, ugye olyan, teror, tehát, hogy mondjam, a, a, az iszlám államnak két fő célja lehet Európában. Vagy robbantani szeretne valamit, vagy pedig saját magának tagokat szeretni, szerezni. Ha valaki robbantani akar, nem árt, ha rendelkezik helyismerettel. Tehát olyan embereket küldeni ide, akik nem, rendelkeznek helyismerettel most Európában, ez nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Akiket vissza tudna küldeni egyébként, azok azok alapvetően, és szerintem erre gyúr a titkos szolgálat, akik már kimentek, és esetleg ott kiképzést kaptak, és visszajönnek. De újakat semmiféleképpen. Akik viszont kimentek, azok európai úrlevéllel mentek ki. Mert franciák, brittek, németek, nem tudom, azoknak ugyanezekkel az útlevelekkel teljesen lazán vissza tudnak jönni. Tehát azt akarom mondani, hogy igen, van egy ilyen veszély, hogy beküldenek Európába, de nem a menekült hullámmal fognak beküldeni az én megítélésem szerint. Vagy legalábbis, hogy mondjam, tényleges számot én még nem láttam arra vonatkozóan, hogy már pedig tuti, hogy arra azzal, azzal küldik be. Tehát azt gondolom összességében, hogy, 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 ez egy jó riogató dolog, de, de nem kimondottan életszerű, ami nem jelenti azt egyébként, hogy az iszlám állam nem akar beküldeni egyébként. Az iszlám állam igenis akar, részben, hogy mondjam, ilyen toborzókat, egyelőre azt látjuk, nem a visszaküldés, hanem azt látjuk, hogy az iszlám állam inkább vonzza oda az embereket, de, de ennek nincs köze szerintem a menekült. Hogy hogyan tudjuk kiszűrni? Alapvetően van egy nagyon határozott együttműködés az európai terrorelhárításnál, ami szerintem jobb, mint a Schengeni, tehát tehát hatalmas nagy adatbázissal, néha-néha ki, kibukik, hogy, hogy, Németországban is, mit tudom én, 3200 embert vagy 900 embert megfigyelnek, tehát azok, akik terrorgyanúsak. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik. A másik pedig a regisztráció egyébként többek között nem csak azért van, hogy azonosítani tudjuk, de azért is, hogy akik megfigyelés, egyszerre már megfigyeltek, vagy egyszer már látókörbe került. A látókörbe került az azt jelenti, hogy elbeszélgettek vele általában a belügyi szervek, és amikor Nyugat-Európában terrorgyanúval előnkszélgetnek a belügyi szervek, az első dolog az, hogy azért regisztrálják ezeket az embereket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy így tudjuk döntően kiszűrni. Természetesen pontosan tudom azt, hogy hát, hogy mondjam, nem, tehát ugye a biztonságnak van egy objektív és egy szubjektív oldala. Nincsenek az illúzióim azzal kapcsolatban, hogy feltétlenül az én igazságom a, a, a döntő. Tehát azt gondolom, hogy, hogy akik majd innen fölállnak, azt mondhatják, hát ez a tálas csak mondja, hogy hívják ott semmi. De mást nem tudok megosztani, mint, mint a racionalitás. Tehát egész egyszerűen azt kell látnunk, hogy. És még egy nagyon fontos dolog, hogy érdekes a menekült hullám közben, miközben a világ legtermészetesebb dolga lett volna, nem következett be nagy terrorcselekmény. Tehát, a, tesszük, az, igen, igen, bocsánat, igen, ez a jövő az mindig egy... Csak azt akarom mondani, hogy a Charlie Hebdo környékén ez követ, Természetesen én sem vagyok jós, tehát jósolni nehezen tudok, különösen amikor a jövőre vonatkozik, de alapvetően én csak azt tudom mondani, hogy ez a menekült hullám Isten igazából januártól kezdődött el elég jelentősen, és láthatóan azóta Európában nem történt ilyen. Tehát az, hogy jövőre mi lesz, azt én sem tudom. Nyilvánvaló lesznek hogy mondjam, terrorcselekmények, de az, a, hadd mondjam azt, hogy ráadásul a Charlie Hebdo-t én nem tehát, hogy nem sorolom a nagy európai terrorcselekmények közé, ott 12 ember halt meg. Az azért volt nagy, mert média, a média szolidáris volt a médiával, és ezért pillanatok alatt, tehát a média maga is csinált hírt ebből a történetből. Köszönjük mindenkinek, és Fucskó Sándor vezérő nagy helyőrség parancsnok, az összevelemi parancsnokság parancsnokán keresztül minden katonának, is köszönjük szépen. Sándor, hogy eljöttél mai este. Akik szolgálatot teljesítenek, és építik a, a, a kerítést, és készülnek az éjfélkor életbe lépő Törvények meghatározta új helyzetre, és majd a következő helyzetre is már készülnek fel egy gyakorlat keretében, tehát Magyarország déli határa. Én azt gondolom a katonák elszántságát és felkészültségét látva szombaton, hogy Magyarország határa biztonságban vannak, és mindenki országgyűlöse képviselőtől rendőr keresztül a katonáig mindenki teszi a dolgát és arra teszünk ígéretet, hogy a közeljövőben folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt ezt a válságot, ezt a kihívást nem fogjuk megoldani sem Magyarország egyedül, hiszen mi egyedül erre képtelenek is lennénk, sem pedig az Európai Unióval közösen. Úgyhogy én azzal kívánok Önöknek jó éjszakát, és köszönöm meg, hogy eljöttek, hogy a legközelebbi alkalommal is nagy szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket, és köszönöm szépen professzorúnak, hogy eljött, és ma este a vendégünk volt. Én köszönöm a meghívást.